A poloskák ellen is lehet védekezni, és még csak nem is kell vegyszerek és egyéb rovarirtókhoz nyúlnunk, ennél sokkal egyszerűbb módon is távol tarthatjuk őket. Hajdú Csilla karcagi szakember ismertette, a nagyszámú, a lakásokba is beköltöző büdös rovarok az emberen nem veszélyesek, ugyanakkor több mint 100 féle növényben, azok bimbójában, virágában és termésében kárt okoznak. Magyarországon elsősorban a zöldségféléket károsítják, azok közül is a paprikát és a paradicsomot, de támadják a gyümölcsöket is, többek között az almát, a körtét és a szőlőt is. A kártétel miatt a termés értékesíthetetlenné válik. Most az áttelelő népesség jön elő, tehát ez imágó alakban telel át, majd megkezdi a tojásrakást, és akkor a hőmérséklettől függően, amikor a paradicsom már kezd egy kicsit zsengdülni, akkor fog majd tömegesen előjönni. Úgy tudjuk észrevenni, hogy mondjuk a paradicsomról beszélek, mert a kiskertekben az a legáltalánosabb, hogy a bogyókon egy csoportban vannak ilyen kis fekete, picike kis lárvák, hasonlítanak a poloskára, de színre nem, tehát fekete lesz a színe inkább. És ezek a szúrogatásukkal szúrószívó szájszervük van, szúrószívó szájszervükkel beleszúrnak a növénybe, és a méreganyagot fecskendeznek, tehát ezáltal a növénynek az értéke csökken, később aztán meg is rohad ez a fertőzött növény. Na most hogy tudjuk észrevenni? Mondom, hogy a bogyókat figyeljük, akkor rajta vannak ezek a kis picike kis lárvák, és az első lárva stádiumokban ezek együtt maradnak, tehát nem másznak széjjel, majd később fognak széjjel mászni. A védekezés ellenük sajnos, hogy természetes ellensége Magyarországon nem nagyon ismert, mert ez egy behurcolt faj, tehát nem jött vele a természetes ellensége. Hozzátette, hogy a haszonnövényi kártétellel szemben rovarölőszerekkel lehet védekezni, de ebben az esetben figyelembe kell venni az élelmezés egészségügyi várakozási időt. Biológiai védekezést nem nagyon tudunk ellene mondani. A védekezésre azt tudjuk javasolni, hogy egy nagyon egyszerű, például miután nagyon puha testű az állat, tehát elég könnyű ellene vegyszert találni, egy egyszerű piretöltés kezeléssel is meg tudjuk védeni a növényeinket. Itt a várakozási időt kell figyelembe venni. Most én azt szoktam javasolni a termelőknek, hogy rövid várakozási idejű piretroiddal, van olyan, amelynek 3 napos a várakozási ideje, előtte jól megszedjük a paradicsomot, lepermetezzük, 3 napig várunk, és utána újból lehet szedni. Ahogyan az időjárás hűvösebbre fordul, a rovarok védett helyet keresnek, és így a lakásokban is megjelennek. Ez ellen szúnyoghálóval lehet védekezni, emellett a szakértő azt javasolja, hogy a hűvösebb időszak közelettével tartsák zárva az ajtókat és ablakokat. Olyan lapos a teste, hogy bármilyen kis résen be tud bújni, tehát nem tudunk ellene. Hát a szúnyogháló jól lenne, de a szúnyogháló nem jól van feltéve, akármilyen kis résen bebújik, és ott telelát. Azt javaslom, hogy porszívózni kellene, mert vagy pedig a kézzel megfogjuk, akkor papír zsebkendő, vagy valamivel, mert ugye ő is védekezik, és amikor fél meg védekezik, akkor egy nagyon-nagyon bűzös anyagot bocsát ki magából, tehát a porszívó zsákját is el lehet utána lökni, hogyha nem használunk külön erre egy külön erre a célra egy zsákot. A térségünkben is elterjedt zöld vándorpoloska 2002-től, az ázsiai márványos poloska pedig 2013-tól jelent meg. Magyarországi megjelenésük hátterében valószínűleg a globális kereskedelem, elterjedésük mögött pedig a klímaváltozás áll. Az évenkénti szaporodás és kártétel nagyságát elsősorban a tavaszi és a nyári hőmérséklet határozza meg. Az átlagosnál melegebb és szárazabb időjárás kifejezetten kedvez tömegszaporodásuknak. Védett helyeken mindkét faj áttelel. Jelenleg a zöld vándorpoloska többségét alkotja a populációnak, de erőteljesen szaporodik az ázsiai márványos poloska is.